Szervusztok, gyerekek! Ma az egerek meséjét hoztam el nektek. Volt egyszer valahol egy nagyon-nagyon szegény ember. Annyi gyereke volt, mint csillag az égen. Még annál is több egyel. Már az egész világ a komája volt, amikor megint egy fia született. Azt sem tudta, hogy kit hívjon keresztapjának. Ahogy elindult keresztapát keresni, találkozott egy rongyos koldussal, aki azt kérdezte tőle. Hová mégy te szegény ember? Megyek a fiamnak keresztapát keresni. Na ne menj te tovább, hát leszek én a keresztapja, mondja a koldus. A szegény ember nem bánta, és mindjárt hazamentek. Mikor megvolt a keresztelő, a koldus belenyúlt a szűre ujjába, kivette egy nagy szeget, és odaadta az embernek. Hogyha majd a fiú 18 éves lesz, küldje ki az erdőbe a tisztásra, ott kopogtassa meg a földet, s az övé lehet, amit csak talál. Ezzel a mondattal el is ment. Telt múlt az idő, a fiú 18 éves lett. Egyszer a testvérei éppen arról beszélgettek, hogy melyik mit kapott a keresztapjától, s csúfolták a legkisebbiket, hogy ő semmit sem kapott. Jaj, hát elkezdett sírni, s bement az édesapjához megkérdezni, igaz-e, hogy neki semmit sem adott a keresztapja. Jaj, dehogy nem, feleli az apja. Itt van ez a szeg, eredj ki az erdőbe a tisztásra, kopogtasd meg a földet, s tiéd lesz minden, amit csak találsz.
Kiment a fiú, megkopogtatta a földet, és mindjárt megnyílt, s egy szép palota állt előtte. A kapujában ott ült az öreg koldus, s azt mondta a fiúnak: menj be a középső szobába, amit találsz, azt tedd le, azzal fogsz feleséget szerezni. A fiú bement, s egy piculát talált a középső szoba padján. Zsebre tette, s ki is ment. Amint kilépett a kapun, a föld megint hups, összecsukódott, s a fiú elindult világgá. Ment, mendegélt a fiú. Egyszer csak egy folyóhoz ért. Megkeresi a hídját, hát éppen ott állt egy öreg asszony, aki a kötényéből kis macskákat dobált a vízbe. Már csak egy kis macska volt a kezében, amikor a fiú odaért hozzá, s mondja az öreg asszonynak: hát édes néném, ne dobja vízbe már azt a szegény kis macskát, inkább megveszem én. Oda is adta neki a piculáért. A fiú meg a bakójába tette, s azzal ment, ment, mendegélt tovább. Ment, mendegélt, egyszer csak egy olyan városba ért, amelyiknek még hírét sosem hallotta. Bement, hát látja, hogy egy csapat ember tart egy szép palota felé. Mindegyiknek seprű vagy vasvilla van a kezében. Nem állta meg a fiú megkérdezni az egyiktől, hát miért mennek abba a szép palotába vasvillával és seprűvel? Gyere be, mondja az ember, na majd meglátod. Bementek a kapun, meg sem állottak egy szép nagy szobáig. Nem volt abban semmi más, csak egy hatalmas nagy asztal, körülötte székek, s az asztal szépen meg volt terítve. Csupa arany és ezüst volt az asztalon, mert hogy? Az volt a király ebédlője. Nem sokára bejött a király a családjával, meg sok báróval, gróffal, meg herceggel, asztalhoz ültek, akkor mindegyiknek a háta mögé állt egy vasvillás, vagy egy seprűs ember. Behozzák az első tál ételt. Egyszeriben tele lett az asztal egerekkel. Hiába szurkálták őket a vasvillás emberek, hát nem ért az semmit, mert annyi özön egér talán ma már a világon sincs, amennyi ott nyüzsgött. Nem bírtott tőlük senki sem egy falathoz sem jutni. Hát hiába hoztak akármennyi ételt. A fiú csak nézte, nézte, egyszer csak aztán azt mondja a királynak: felséges királyom, nem vasvilla kell ám ide? Ha engedelmet kapok, rögtön megszabadítom én a várost az egerektől. Ha megteszed, drága fiam, neked adom a lányomat és a fele országomat is, mondta a király. A fiú sem volt res. Az asztalra dobta a macskát, hát amennyi egér volt, annyi felé szaladt. Azután kényelmesen megebédeltek, de már akkor a fiú is ott ült az asztalnál, a király kisasszony mellett. Ez volt ám a királyfogó. Másnap hazament a fiú, hozott magával egy szekér macskát, hogy minden házba jusson. Azután megtartották a lakodalmat, és még most is éltek, ha meg nem haltak. Ősember a kőbaltával a távoli mamutra vár. A kis amu közben kőlegóból kőmamut csinál. Az ősember a tekintetével az éjjel tépi szét. A kis amu közben a barlang falára rajzol egy nagy izét. Az éjben léptek dobbannak, ágak nyögnek, roppannak. Mamut szagárad a barlangba, és a kis amu suttogja: hé, mama, vigyázz! Jön a mamut! Hé, Samu, vigyázz! Jön a mamut! Hé, szívem, vigyázz! Jön a mamut! És ha nem vigyázunk, elsodorja anyut. Hé, mama, vigyázz! Jön a mamut! Hé, Samu, vigyázz! Jön a mamut! Hé, szívem, vigyázz! Jön a mamut! És ha nem vigyázunk, elsodorja anyut.
Ember szól. Gyere fiam, fogjuk meg a vacsorát! De a kis samu sajnos nem találja a medvebőr bocskorát. Az ősember most láncsát ragad, és ordítva elszalad. A kis samu is bátor, de inkább a barlangban marad. Az ében kavicsok csattannak, láncsák íjak pattannak, mamut szemgémlel a barlangba, és a kis samu. Jön a mamut! Hé, szíven, vigyázz! Jön a mamut! És ha nem vigyázunk, elsodorja anyut! Hé, mama, vigyázz! Jön a mamut! Hé, sapu, vigyázz! Jön a mamut! Hé, szíven, vigyázz! Jön a mamut! És ha nem vigyázunk, elsodorja anyut! De a mamut se kutya, egy kicsit se buta! Elugrál, mint a nyúzi ide-oda! Az ősember pipa, mert nem találta nyílot! És szól! Ma sincs vacsora! Az ében láncsák röppennek, a mamutok meg sem döbbennek, nem talált épp fordítva, és a kis samu hangosan ordítja, hogy hé, mama, vigyázz! Légy a mamut! Hé, samu, vigyázz! Légy a mamut! Hé, szíven, vigyázz! Légy a mamut! És ha nem vigyázunk, egy falat se jut! Egy falat se jut.